A londoni kormány döntésével összhangban a jövő héttől Skóciában is enyhítenek a koronavírus járvány miatti korlátozásokon. Míg azonban Boris Johnson brit kormányfő az emberek józan eszére bízza a továbbiakat, Nicola Sturgeon, skót első miniszter a maszkviselés fontosságát hangoztatta. Ami az arc eltakarását illeti, ha a kormány úgy véli, hogy az ilyen szabályok fontosak, akkor ezt ki is kell mondania. Nem szüntethetünk meg fontos óvintézkedéseket, hogy könnyebb legyen a saját életünk, és várhatjuk el a társadalomtól a felelős viselkedést, magyarázta. Franciaországban komoly kritikák érik Emmanuel Macron elnököt, amiért kötelezővé tette a koronavírus elleni oltás felvételét az egészségügyi dolgozók számára. És bejelentette, hogy augusztustól csak az mehet kávézóba és bevásárlóközpontba, aki be van oltva vagy friss negatív teszttel rendelkezik. A döntésnek minden esetre meglett a hatása. Hétfőn több mint 900 ezer ember regisztrált az oltásra, ami új napi rekord, és kedden további 100 ezrek csatlakoztak hozzájuk. Hollandiában eközben nyoma sincs a vakcina szkeptikusságnak. A lakosság 87%-a nyitott az oltásra, melyből már a 18 év alattiak is kapnak. Megvan, és ez jó, 15 percet ülnünk kell, aztán mehetünk, mondta egyikük. Dániában a periférián élők oltása jelent némi gondot, de egy programnak köszönhetően a lecsúszott lakónegyedekben helyben alakítanak ki oltópontokat.